Kiújult a táblavita Maros megyében. A megyei rendőrség átiratban kéri az önkormányzattól, hogy 5 napon belül távolítsák el a Maros és Fehér megye határán levő kétnyelvű megye táblákat. A Maros és Fehér megye határán levő táblák miatt a Nemzeti Liberális Párt alelnöke Florin Román emelt kifogást február elején. A PNL és parlamenti képviselő szerint a táblák kihelyezése törvénysértő. Fehér megyében ugyanis a magyarok részaránya nem éri el a 20%-ot. Ezt követően a táblát eltávolították a megyei útügyi igazgatóság munkatársai, ugyanis véletlenül Fehér megye területén szerelték fel. A megye határ pontos meghatározása után a táblát Maros megye területén állították fel újra. Ezt már Marius Pascán, szélsőségesen nacionalista PNP-s szenátor kifogásolta, aki panaszt tett a Maros megyei rendőrségnél. A rendőrség válaszában az áll, hogy nem hagyta jóvá a megyei tanácsnak a tábla kihelyezését, ezért büntetést helyez kilátásba. Péter Ferenc, a Maros megyei tanács elnöke azt mondta, a megyei önkormányzat jogi osztálya véleményezi az átiratot. Ezt a tegnap átadtuk a technikai igazgatóságnak, mint pedig a jogi igazgatóságnak, hogy mondják el a véleményüket, nézzék meg, hogy azok a felhozott érvek, amiket leír a megyei rendőrség, érvényesek-e vagy nem. Elég furcsán van megfogalmazva, tehát nagyon sokféleképpen lehet értelmezni azt, amit megfogalmaztak, úgyhogy várom a jogi igazgatóság véleményét, és majd ennek arányába fordulunk újabb levéllel a rendőrség felé. Hozzátette, a megyei önkormányzat jogi osztályának véleményezéséig mindenképpen maradnak a kétnyelvű táblák. Ha valóban nem felelnek meg a törvénynek, akkor új táblákat fognak rendelni.